Hosszas dudálással tiltakoztak a pécsi helyi járatú buszok vezetői hétfő délben a főpályaudvaron. Több okuk is van a demonstrálásra, mondja az önkormányzati cégnél működő szakszervezet vezetője, akik meghirdették ezt az akciót elégedetlenségük kifejezésére. 1265 forintos a tükénél az alapóra bér, ez megalázan alacsony, és akkor ez mellett akkor negatív kritikával illette a munkáltató a dolgozókat. Ugye ez kritikán aluli volt, és tulajdonképpen ezzel átlépett egy olyan határvonalat, ami mellett már nem mehetünk el szó nélkül. És akkor a véleménynyilvánításnak ezt a formáját választották az autóbuszvezetők. De nem csak őket sértette meg a Tükebusz vezérigazgatója egy interjúban. Nem tetszett senkinek, mert ugye itt az autóbuszvezetőket is és az ellenőröket is minősítette, ugye akik így a forgalomban ugye találkozunk az utazóközönséggel. Úgyhogy mindenki megdöbbent rajta, és persze mindenki jelezte, hogy valahogy fejezzük ki a nem tetszésünket. Bunkónak és primitívnek nevezte az autóbuszvezetőket, valamint a jegyellenőröket, Bánkuti István, abban az interjúban, amit a pécsi egyetemisták lapjának adott. Kérdés, hogy a történtek után maradhat-e a pozíciójában. Erről a végső szót a tulajdonos, vagyis a pécsi önkormányzat mondhatja ki. Sajtóinformációk szerint Bánkuti István felajánlotta lemondását, ezért kerestük a városházát is. Ott azonban azt mondták, egyelőre még nincs senki, aki nyilatkozhatna az ügyben. Úgy tudjuk, vizsgálják a vezérigazgató megnyilvánulásait a városházán. Bánkuti közben elismerte a sajtóban, hogy ezeket a kifejezéseket használta, amiért most elnézést kért. De egyelőre marad a bérfeszültség a Tükebusznál. Beesik most közel 1,5 milliárd forint a repülőtér értékesítéséből befolyt összegből, amit szintén lehetne akár a bérrendezésre is fordítani, hogy a városban megfelelő közlekedést lehessen biztosítani. De ott van az a 600 milliós keret is, amit a decemberi közgyűlés szavazott meg polgármesteri keretnek. Ezekből lehetne rendezni a buszvezetők bérét, ami az alapprobléma, mondja a polgári oldal frakcióvezetője. Nem, hogy ezt nem tudja kezelni a Bánkuti igazgató úr, hanem láthatóan a megfelelő szavakat sem találja ahhoz, hogy szót értsen a kollégáival. Nem fordulhat elő az, hogy ilyen lebecsmérlő szavakkal illesse bárki az alkalmazottakat. Az pedig nyilván vérlázító, hogy az ő fizetését a duplájára emelik. Ami havi 1 millió, miközben a buszvezetők alapúra bérek csak 1265 forint, mondja a frakcióvezető. Kővár János szerint egy rossz pályázaton egy rossz vezetőt választott ki a baloldali városvezetés a Tükebusz élére. Szerinte másik munkát kellene keresnie Bánkuti Istvánnak.